A 17. feladatunk ebben a tesztben egy egyenlőtlenség. Határozd meg azt a legkisebb természetes számot, amelyre a 2x plusz 3 per 2 és a 3x mínusz 1 per 5 kifejezések különbsége nagyobb, mint 2. Hát innen látjuk, hogy ez egyenlőtlenség, mivel azt mondja, hogy nagyobb, mint 2. Tehát van egy tört, mínusz második tört, ugye, mert kifejezések különbségéről van szó. Egyelőre ezzel a résszel, hogy legkisebb természetes szám még ne foglalkozzunk, fogjuk és oldjuk meg ezt az egyenlőtlenséget. Hát ennek az egy, mivel az egyenlőtlenségben található tört, ugye az első dolgunk mindig az, hogy megszabaduljunk a nevezőktől. Az egyik nevező 2, a másik nevező 5, a közös nevező a 10 lesz. Ha mindent beszorozok 10-zel, ugye az első törtet 10-ben a 2 megvan 5-ször, tehát a számlálót 5-tel kell 5-szorozzam, mínusz a második törtnek a számlálóját 2-vel, mert 10-ben az 5 megvan 2-szer, nagyobb, mint jobb oldalon egyszerűen megszorozzuk 10-zel, mert ugye itt a 2-esnek 1 volt a nevezője, tehát 2-szer 10 az majd 20 fog lenni. Elvégezzük a beszorzást, hogy megszabaduljunk az zárójelektől. 5-ször 2x az 10x, 5-ször 3 az plusz 15. Vigyázat, most a mínusz 2-vel kell, hogy szorozzak. Mínusz 2-ször 3x az mínusz 6x, és mínusz 2-ször mínusz 1 az plusz 2, nagyobb, mint 20, ezt már ugye láthattuk az előtt. Összevonom, 10x mínusz 6x az 4x, 15 plusz 2 az 17. Nagyobb, mint 20. Ezt a 17-et átviszem a másik oldalra, hogy az ismert számok jobb oldalt legyenek, és akkor ez belőle mínusz 17, 20 mínusz 17 az 3. Ha itt szoroztam 4-jel, a másik oldalon osztani fogok, így akkor az x nagyobb lesz, mint 3 negyed. Tehát a megoldás halmazom, ugye 3 negyedtől a végtelenig. Viszont most jön akkor a feladatnak az első része, határozd meg azt a legkisebb természetes számot. Tehát nem azt mondja a feladat, hogy keressük meg a megoldás halmazt, az már kész, hanem azt a legkisebb természetes számot, amelyre ez érvényes. Hát akkor a 3 negyedtől, hogyha most számegyenesen ábrázolnánk, tőle jobbra, ugye, mert arra megy a megoldás halmaz, melyik lesz az a legkisebb természetes szám? Hát egyértelmű, hogy az az 1-es. Tehát a válaszunk egyetlen egy szám, az pedig az 1. A 18. feladatunk az majd egy függvény fog lenni, hiszen azt látjuk, hogy reggel 7 órakor a hőmérséklet 10 fok volt, és minden következő órában 5 fok Celsius-szal növekedett. Ábrázolt táblázattal és grafikusan a hőmérséklet változását, valamint határozd meg a két mennyiség, tehát idő és hőmérséklet közötti összefüggést. Hát ez nem éppen könnyű feladat, hiszen csak ez az első két sor az, ami nekünk adott. Ebből kell elindulni, hogy reggel 7 órakor, és utána óránként 5 fokkal növekedett a hőmérséklet. A táblázatos ábrázolás talán nem lesz olyan nehéz, tehát két sorunk lesz, az egyik sorban az x, a másik sorban az y. X-el jelöltem az órákat, 7 óra, 8 óra, 9 óra, 10 óra, veszek néhány értéket, hogy könnyebben megtaláljam az összefüggést a kettő között, és a másik, az y pedig legyen a hőmérséklet, ott pedig számolom, hogyha 7 óra, akkor volt 10 fok. A következő egy órában 5-tel több, tehát hozzáadok 5-öt, lesz 15. A következő órában már megint 5-tel több, így lesz a 20, majd megint 5-tel több az 25, megint 5-tel több 30, és így tovább. Tehát kiszámoltam a táblázat alsó sorát, ugye, mert a felső sorral nem sokat kellett számolni, és akkor, hogyha most ábrázolni kellene, talán ez ugye a könnyebbik rész, akkor x tengelyen veszem az időpontokat, 7 óra, 8 óra, 9 óra, 10 óra, és így tovább, míg az y tengelyen pedig a hőmérsékletet. 0 fok, 10, 20, 30, és így tovább, és akkor keresem 7 órakor 10 fok. Tehát 7 órakor 10 fok, ezt egy szaggatottan összekötöm, és egy pontot kapok. 8 órakor 15 fok, ez lesz a második pontom. 9 órakor 20 fok, ez a harmadik, 10 órakor 25 fok, ez a negyedik, és így tovább, most már látható, hogy ez mindenféleképp egy egyenes arányosság fog lenni, tehát egy egyenest fogunk kapni. A következő pontokat úgymond ellenőrzésnek is használhatom. A táblázatot és a grafikont nem volt olyan nehéz
kiszámolni, illetve megrajzolni, viszont az összefüggés egy picit talán bonyolultabb. Mivel kell, hogy elinduljak, rögtön a startba 7 órakor nem 0 fok volt, hanem 10. Ezért mondom azt, hogy 10 plusz. És hogyan? Óránként változik 5-5 fokkal, tehát 5-ször, de viszont ide nem x-et fogok tenni, hiszen az első esetben az x, ugye nekünk az 7 óra, és az valójában az a nulladik pont kell, hogy legyen. Éppen ezért zárójelbe azt mondom, hogy az órából vonjak ki 7-et, ugye az lesz első esetben a nulla, azt megszorzom 5-tel, és hozzáadok 10-et. Így kaptuk meg az összefüggést, és ezt le is fogjuk ellenőrizni, illetve még hogyha tovább rendezem, ugye 5-ször x az 5x, 5-ször mínusz 7 az mínusz 35, a 10 és a mínusz 35 az mínusz 25-öt fog adni. Tehát a végső összefüggés 5x mínusz 25. Ellenőrizzük le. Az első pontom, ha x az 7, 5-ször 7 az 35, mínusz 25 az 10. Igen, látható, hogy 10 fok. Vegyük az utolsót. Most 12 órát veszek. 5-ször 12 az 60, 60 mínusz 25 az 35. Hát, hogyha az első és az utolsóra érvényes, akkor az közöttük lévő pontokra is érvényes, illetve a többiekre is. Így oldottuk meg, tehát így találtuk meg az összefüggést, az időpont és a hőmérséklet között.